Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt egy újabb értágító, a mikrofonnál Rupácsics Judit Csilla. Nagyon kedves vendégül itt velem a stúdióba, szervusz Sándor. Szia Csilla. Kis Sándor, jelenleg a törekvésnek az edzője. Azt mindenki tudja, hogy a törekvés, a székelyidi törekvés az egy futballcsapat. És hát így hát mindenki kitalálhatja, hogy miről lesz ma szó. Én mindig azt mondtam különben, most vágom magam alatt a fát, hogy nem igazán értettem ezt a foci sportot, hogy vannak egy pályán 22-en, futnak egy labda után azért, hogy, hogy amikor utolérik, belerúgjanak, de hát megvan ennek is a varázsa most ért véget a tavaszi, a bajnokságnak a tavaszi fordulója, és hát a székehídi törekvés az ötödik helyen végzett. De azt hiszem, hogy Sándor, te többet tudsz erről beszélni. Először is üdvözlök én is minden kedves hallgatót. Hát igen, többet tudok mondani, mint érintett. Ötödikek lettünk, de hát egy ponton állt az egész, hogy legyünk harmadikak. A egy ponttal többet hozunk, akkor most harmadikok vagyunk, mert a golarányunk jobb, mint a diószegé, és mint ami elfalvány. De ez most, hogy három, négy, öt mondom egy ponton, ez, ez most így alakul. És, és ugye olyan idényt zártatok, hogy nem is veszítettetek meccset jó ideig. É, hát ezt, ezt, veszítettük, ezt az utolsót csak. Tehát hét mérkőzésből hármat nyertünk, három döntetlen volt, s most kikaptunk, Hát kikaptunk, mert az igazság az, hogy abszolút rossz előjelekkel is mentünk el, nem voltunk ki a csapat úgy, ahogy kellett volna. Három megbetegedés, két sérült, plusz a, a bemelegítésnél a kapus megsérült, tehát minden-minden ellenünk szólt. Minden ellenünk szólt. De hát úgy látszik, hogy van ilyen is. És milyen most a csapat? Mi, mi, mi a célotok? Hát, akkor, be, vagy hát így, most, rö... most akkor haza fogunk beszélni. Hát jó, a csapat, hát jó a csapat, jó a csapat. Jó szellemű srácok, élvezetelük dolgozni, szeretem őket. Mondom, hogy hazabeszélek. De akkor halljuk, egy kicsit bővebben is hát, és nyugodtan. Ebben a tavaszi szezonban főleg nagyon sokat fejlődtek. Nagyon sokat fejlődtek. Pont készítettem otthon egy számvetést, a, az a bajnokság, amit abba hagytunk a pandémia előtt, az 15 mérkőzésből állt, és ott volt egy olyan galarányunk, hogy rúgtunk 16 gólt, és kaptunk 44-et. Úristen, az nagyon rossz. Na, most most rúgtunk 39-et, és kaptunk 16-ot. Ez meg nagyon jó. Tehát háromszor ö, fordult a kocka pozitívumba, uh -huh, mondhatom. Uh -huh. Tehát az óriási, óriási eredmény. Mióta mi edzette a szív, hát, Most nyáron, most három éve van, de abból másfél év kiesett. Tehát igen, igen, effektíve másfél éve. Plusz mi adtuk a második gólkirályt, Gergely Robi 14 gólal a második lett, ami szintén nekünk óriási dolog. Mi roktuk a második legtöbb gólt, 39-et. Tehát ezek a számok, ezek megmaradnak, nem lehet letagadni majd őket. Akkor ezek lehet, minősítik a csapatot. Akkor lehet, hogy a szerencsén is múlott, és lehetetek volna a, a, a fociba sokan. kell a szerencse. Mondjuk az is igaz, hogy általában a jog mellé áll. De ezek szerint fejlődőképes, fejlődőképes csapat. képes csapat. Fejlődőképes, igen, fejlődőképes. Ami viszont, ami viszont negatívum, és el kell mondani mindenféleképpen, az, hogy számszerűleg is kevesen vagyunk. Tehát feltétlenül jön a nyár, beszélgettünk róla, két-három játékost muszáj igazolnunk, azt majd megbeszéljük, hogy hova, milyen, milyen posztra, hogy, mint, de, de feltétlenül kell kettő-három igazolás, hogy ne legyenek ilyen gondjaink, mint a milyen most volt a ellen. Ketten-hárman kiestek betegség miatt. Hát három kiesett betegség miatt, úgy, hogy ágyba feküdtek egész héten, és ketten pedig sérültek voltak. Olyan sérülésük volt, hogy ne... Hát lehet, hogy a csapatkapitány nagyon akart játszani, de nem engedtem. Azt mondtam, hogy most, hogy 3-0, 2-0, 4-0, abszolút nem érdekel bennünket, legalábbis engem, mert az egészség most nem tudja senki megfizetni. Ha valaki tudja, én tudom. No mesélj róla. Hát, Te is focistál annak hát idején. Focisztam annak idején, aztán volt egy nyílt szívműtétem, úgyhogy én ezeket tudom, hogy ez nem lehet, az egészséget nem adják csak úgy. Ezt nem lehet megvenni, nem lehet. Most tegyek egy játékos be csak azért, mert szeretne játszani, mert óriási a szíve. Nem, majd szombaton játszik. És szombaton ki ellen De most igen, igen, szombat, igen szombaton meg is, meg is volt a sorsolás. Ebből a következő öt mérkőzést, amit játszunk, a playoutot, úgy mondják, ez a bennmaradó kiesés, én nem is tudom, hogy hogy mondjam. Hát a Diószeggel kéne játszunk, de. Tegnap felhívott a volt kollégám, akivel együtt fociztam a Vilázel, az edző a Diószektől, hogy, hogy halasszuk el a mérkőzést, mert személyes problémái voltak gondjai, pont ilyen egészségügyi, amit nagyon is megértettem, és benne voltunk, hogy halasszuk el. Úgyhogy mi nem játszunk az első fordulóba, de nekünk ez szintén ugyanolyan jól jött, mert legalább összeszedjük magunkat. Mert mondom, az utolsó két hétben nem úgy edzettünk, ahogy kell, nem annyit, amennyit kell, tehát semmilyen féleképpen nem voltak jó előjeleink, úgyhogy most van ez a hetünk, meg a következő hetünk, hogy egy kicsit megint összerázzuk magunkat. Egy mérkőzésen kim voltam az utolsó előtt, amit itt Székelyhídon játszottatok, és hát egészen durva néha ez a sport, nem? Hát nem menj a szonytánc. <laughs> na, na jó, de amikor stoknisztipővel sípcsontól rúgják hát, én, A csapatkapitányunk a pont, pont úgy sérült meg ott a mérkőzésben. Hát persze, nem. Amúgy is köztudott statisztika, hogy a világ első öt legdurvább sportjában van benne a foci. És fair play díjat szoktak-e osztani ezeken a bajnokságokon? Hát én úgy, én úgy tudom, hogy szoktak, például olyan van, hogy melyik csapat volt a legsportszerűbb. Tehát hát. ezt abban mérik, hogy sárga lap, piros lap. Ó, de hát a sárga lap, piros lap az néha lehet önkéntes is, vagy Á, Igen, mondjuk abban is harmadikok vagyunk, tehát nagyon jól állunk a 14 csapatból. Jó, és akkor most, bocsánat, megakasztottalak, de akkor következik a visszajátszás, és akkor ez hogy néz ki, hogy a harmadik, negyedik, ötödik... hatodik, hat... tehát kivéve az első két, két csapatot, két akik csapatot, mennek igen. a playoff, mindenki játszik még egy meccset egymással. És akkor aki nyer? Hát hozzáadják ehhez a ponthoz, és akkor meg lesz a végeredmény, a végleges tabella, uh -huh. úgymond. És ez hányad osztály? Ez negyed osztály. Ez negyed osztály. Igen. van -e esély arra, hogy mondjuk egy osztályjal följebb kerül ez nem, a nem, csapat? Nem. nem. Tehát uh, ahhoz, hogy uh, hogy egy csapat a harmadik ligában játszon, ahhoz uh, óriási költségvetés kell. Tehát tudom biztosan, mert na, nem titok, egy, egy harmadik ligás csapatnak 250-300 ezer euró a költségvetése évent. Nekünk olyan tízezer. <laughs> Értem. Mondjuk Tehát, én nem, nem elsősorban... 25-30-szoros pénz kéne. És Tehát e, nincs semmi... És ezt a költségvetést, ezt a, ezt a meccsek teszik ki, vagy, a, vagy az edzések, vagy a fizetések... Fizetések, vagy... költség, meccsek, minden, minden. mert minden. Én, a Fentartás... o... én a másik oldalára gondoltam a dolognak, hogy hogyan kerül be egy csapat, mondjuk az a vagy a béligába. Bocsánat a kedves igen, hallgatóktól is, meg tőled is, de nem vagyok teljesen otthon ebben. Attól függ, hogy a Román Labdarúgó Szövetség hogyan írja ki a, a bajnokságokat, de hát itt vannak bizonyos szabályok, uh -huh. úgymond. És akkor azok megvannak, le vannak fektetve, és az szerint meg kell nyerni a bajnokságot, meg kell nyerni az elsőnek, a második csapatnak, ha még azok uh, után van egy csapat, ha mondjuk a harmadik helyzet, az játszik megint egy osztályozó, stb. Tehát különböző uh, szabályok vannak. Igen, de akkor esély sincs, hogy a harmadik Nem, de, de szerintem, szerintem uh, mi, mi jó helyen vagyunk itt, így. Uh -huh, uh -huh. Tehát uh, ennek a csapatnak nem kell nem kell túllépje önmagát. Tehát ezek olyan, ö, hát nem, szerintem is fogalmazódik meg senkibe, hogy ja Istenem, itt harmadik liga legyen. Legyen negyedik, de az legyen stabil. Ez lenne, ez lenne a legnagyobb dolog, amit meg, meg tudnánk csinálni. Hogy hosszú távon tudjunk létezni. De ez egy nagyon jó cél szerintem. Én is azt mondom, mindig olyan célt kell kitűzni, amit el is tudunk érni. Ez így igaz. Hát hiába ak akarunk kapaszkodni és mondani, és hű, hát mi, mi, nem, nem. Azokat kell kitűzni, amiket el is tudunk kérni. És azon belül lehet egy kicsit fennebb tenni a lécet. Mi saját magunknak, de, de olyat, hogy jaj, célozzuk már meg, meg menjünk, és akkor félúton. hadd nem mondjam, hogy hogy. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Van-e van -e legjobb játékos most a Székehídi csapatban? Vagy, vagy erről de, ne beszéljünk. De, 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 nem, akármit kérdezhetsz, de nem biztos, hogy mindenre fogok válaszolni. Uh, igen, van. De nem mondom meg, hogy ki. Oké, okay, akkor uh, nem tudom, hogy szeretnél, én, én nagyon sok sikert kívánok ennek a csapatnak továbbra is, és... Uh, én emlékszem rá, annak idején ilyen két-három évesen az én apukám is itt Székelyhidon rúgta egy ideig a bőrt, és most elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy a te édesapáddal egy csapatban éppen. sőt, még nagyon jó barátok is voltak. És <laughs> nagyon sokszor kint voltam, hát a régi focipályán, focipályán, ugye, és kiabáltam, hogy hajrá, Rupi! Ezért is a műsor elejétől tegeződünk, mert ez egy ilyen hirtelen felismerés volt, hogy hé, van egy közös pont, és, Igen. és. Hála istennek, hogy van, meg hogy találkoztunk. Én nem, nem, nem tudom, egy, egy csomó emléked lehet édesapáddal kapcsolatban. Ó, hát... A focival kapcsolatban, hát te fiú vagy, én ugye vívtam, bár én is rúgtam néha a labdát, vívóegzések volt néha úgy, hogy megenged. Beálltam a fiúk közé. Arra ja. emlékszem, hogy kaptam olyan labdát a képenbe, hogy úgy <laughs> estem fenékre, hogy a lábamat nem, tud, nem volt idő hajlítani. Ja. Persze, hogy vannak emlékek. Hát fiúgyerek lévén mióta az eszem tudom, csak a foci. Csak a foci. Ezt csináltam egész életemben. Lefocistam a, amit kellett, utána pedig edzőnek álltam. <laughs> Ilyen egyszerű az egész. Lesülted itt a szünetben, nem tudom, hogy szabad-e ezt elárulni, hogy vittek volna téged, azt elhozodnak. Igen, hát el is mentem, csak ö, nem tetszett a közeg, és hazajöttem. <laughs> <laughs> Olyan egyszerű volt. Megvettem magamnak a repülőjét, felültem a repülőre, hazajöttem, elmentem edzésre, kerestek Bukarestbe, hogy hol vagyok, telefonáltak Nagyváradra, hogy eltűntem. De azt mondják, hogy hogy eltűnt? Hát itt edz van. Azok ledöbbenve, hát akkor jó. Persze, semmi, és akkor úgy történt minden, mintha meg se történt volna. És a te idődben milyen volt a székelyhídi foci? Jó, jó, nagyon jó volt az én időmben a székelyhídi foci. Jobb volt, mint most, vagy rosszabb? Hát megmondom őszintén, hogy jobb. Minőség. És az apáink idejében? Akkor meg még jobb. A Azt fa... mondják, mert végül is ö, ö, fán, elég kicsi voltam, tehát nem nagyon emlékszem erre, hogy ők hogy játszottak, mint játszottak, csak abból, amit mondanak. Igen, én is csak a mesékből. Tehát abból, bült. amit mondanak, mert azért apáink meghaltak már, majdnem száz éves lenne az én apám, de azért még rengetegen, még most is rengetegen emlékeznek rá. Igen, a székelyhidi létem ugye leg, egyik legkiemelkedőbb <hül> élménye az, az volt, hogy így mentem hazafelé az utcán, és egy autóból kikiabáltak rám, hogy szia, kicsi Rupi! Mm. Igen, hát a, és, mindenki ismer, mindenki és ismeretlen, mind ismeretlenek kérdezik, ugye, hogy ugye, te vagy, hát azért áruljuk el, hogy, hogy ismerkedtünk össze, ugye a meccs közepén bemerészkedtem az öltözőbe, a padon ült egy, egy igen morcos arcú fiatalember, aki épp a cipőfűzőjét kötötte föl, nézett rám, és mondtam, hogy nem szeretnék zavarni, csak bemutatkoznék, mert hát ugye volt egy kis riport utána, a foci meccs után, Rupácsics Judit Csilla, mire kiderült az arca, fölnézett, mondja még egyszer a nevét. Mondom, Rup, hát a mi apáink együtt focisztak. fazekas... A margitai fazekas Lászlónak hívják, talán volt itt egy kiállítása, egy fog, fogtechnikus margitáról már Magyarországon, él, és fafaragással foglalkozik. És volt itt Székehídon egy kiállítása, és ő mesélt nekem nagyon sokat rupiról, Igen. olyan dolgokat, amiket én nem tudtam mesélni. Ugye állandó rivális volt Székehíd Mihály falva fociba, mindenki. Ma is az. Ma is így van és épp amikor kim voltam azon az utolsó előtti meccsen. Az pont Mihály falva ellen. A Mihály falva ellen, igen, de volt, volt egy szögletrugás, amikor eszembe jutott a fazekas, az mesélte, hogy abból a szögből, abból a szögből, szögletből az én apám úgy rúgta be ballából a labdát kapuba, hogy senki bele nem szagolja Mindenkornak meg volt a szépsége. Azt mondja mindenki, hogy Székehídnak akkor volt legjobb csapata, hát biztos így volt. De hát az, az is igaz, hogy az emlékek megszépítik persze, az és, a dolgokat. Persze. Végül is most nem lehet ezt mérni, hogy hogy akkor volt, vagy mikor van, vagy hogy van. Szerintem a lényeg az, hogy mikor kimegyünk, akkor jól érezzük magunkat, élvezzük a játékot, és az a 30, 40, 50, 100 ember, akik kijönnek, azok még jobban érezzék magukat. Mikor elmennek a meccsre, akkor azt mondják, hogy szép volt fiúk. Megtapsolják őket, odahívják őket. Ennél több manapság nem nagyon kell. Uh -huh. Mivel ez egy amatőrliga, tehát ennek ez a szépsége. Szóval akkor, ha én jól értem a szavaidat, akkor a legfontosabb a játéköröme. Ez a, az, az amatőrligára fókuszáltan jellemző, vagy még inkább jellemző. De mi a különbség? Hát a profik is csak élvezettel rúg, rúgják a labdát. Igen, a, a különbség az, hogy ott egy szekérderék pénzt keresnek, itt pedig uh, élvezetből, szeretetből csinálod. Tehát itt is van egy, egy minimális juttatás, de az nem is lehet összehasonlítani. Sohasem, semmivel. Tehát a profi foci az uh, teljesen más. A leges, legelső különbség az, hogy naponta edzenek abból élnek. Tehát nincs munkahely, csak a foci van. Itt pedig minden srác dolgozik, és munka után jön kétszer vagy harmadjára a meccsre, hogy egy kicsit karban tartsa magát, mondjuk így. Mert hát igen, a sport a foci, az, a sport, a az Tehát, fontos. Tehát ez a nagy különbség. A profi sport abból élnek, ez az amatós sport pedig egy kiegészítős. Hmm. Azt mondod, hogy a profik azok egy szekérderék, vagy szekér alja pénzt keresnek. Igen. Te is voltál profi annak idején. Én nem tudom, én is voltam profi, mert nyolc évig voltam román vívó válogatott, de egy fittinget nem kerestem. Hát <laughs> <laughs> azért én nem, én nem mondhatom azt, hogy nem kerestem, sőt. A fociba, jó, akkor is igen, sok pénz persze, volt a csáó idejében? Persze, volt pénz, de nem lehet abszolút összehasonlítani a mai pénzzel, de az akkori viszonyokhoz képest sok pénz volt. Mondjuk az akkori visz, viszonyokhoz képest, igen, nekem is volt egy uniós fizetésem, ami igen. több volt, mint az édesapám. Na. Hát ezért edzőtáborból edzőtáborba vándoroltam, Igen. és minden nap nem egyszer egysztünk, hanem kétszer. ugye elkezdődött Na, a reggel, és véget értem. Tehát az, az edzőtábor után... az automatice a két vagy maximum három edzést jelentette naponta. Mert kérdeztél itt, hogy mondjak egy-két egy sztorit, hát például olyan volt, hogy reggel felköltöttek bennünket, és akkor... Még ki nyitottuk a csipánkat magyarul, és kimentünk és szaladtunk 5 kilométert. Nálunk háromszor öt perc volt. Na, a tehát ilyenek. Mondjuk mindenből tanul az ember. Én akkor még nem tudtam, hogy majd valamikor edző akarok lenni, de mikor már, már ott kapizsgáltam, hogy, hogy mikor befejeztem az aktív pályafutásomat, mint profi, akkor már úgy érdekelt az edzőség és Akkor azt mondtam, hogy nekem voltak fantasztikus jó edzőim, de voltak sajnos nagyon gyenge edzőim is. És mindenkitől tanultam. És a, azoktól a gyengébb edzőktől, nyugodjanak békében, tehát róluk rosszat vagy nem, de el kell mondani, akkor azt mondtam, hogy azt, amit ők csináltak velem reggel, én azt soha nem fogom megcsinálni egy játékossal se. Nem is csináltam soha. Nem is tudnak futni a fiái? De tudnak, de reggel nem <laughs> tudok elém fel őket semmi pénzért. Mert mai napig is visszaemlékszem rá, hogy hogy keltem én fel, és hogy mentem kiszaladni, és nem csak én, hanem az egész csapat. Hát mondjuk a reggeli, reggeli tornát mi se szerettük annak idején, viszont én arra emlékszem, hogy azt mondod, hogy szeretedből játszani, hogy nagyon sokszor a Szatmári vívóteremben az történt, hogy a takarító néni ott rázta a kulcsokat, hogy menjünk, menjünk. már haza. Ö, nem lehet a sportot csinálni. Ö, még amatőr szinten is, Imádni kell, szeretni kell. Ha nem szereted, akkor, akkor nem ér az egész semmit. És az úgyis úgy előbb-utóbb észreveszi az edző rajtad, hogy te nem szereted, csak azért jössz, mert mit tudom én, akarsz egy sőre valóval többet keresni, vagy tehát imádni kell a sportot. A sportot imádni kell. Nem lehet másképp csinálni. Hát szerintem. Hát örök szerelem, szerintem, szerintem. kell szeretni az, amit hát, ez, ez, ez pont azért van az, hogy állandóan nyerni akarok. Tehát bármilyen játék van, mindig nyerni akarok. Nincsen olyan, hogy, hogy csak játszok. Tehát nincsen olyan, hogy csak játszok. Pedig az elején te mondtad, hogy játéket, játék, a játék a persze, is, de, 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 nyerni akarsz a játék. Tétje hát persze, hát a, játék, a játéknak van egy végeredménye. Tehát nem, a játékot nem hagyjuk abba, hanem valaki a végén nyer. Jó, persze, hát a fociban van döntetlen is, de, de nyerni akarsz. Ha, ha nyer, mindig nyerni akarsz, akkor akkor oké, okay. akkor rendben van minden. De viszont a részvétel az nagyon fontos. Persze, hát a részvétel nagyon fontos, de de, 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 de nyerni kell. Nagyon szomorú voltál a, a hétvégi meccs után? Hát Vagy egy kicsit nem, szomorú nem, voltál? Nem, nem, a szó nem az, hogy szomorú, hanem nem esett jól, mert mert nem voltunk, nem voltunk egyenlő ellenfelek vasárnap oh. a telekdel. Tehát már eleve a sok hiányzó miatt nem voltunk nem, nem, nem voltunk olyanok, mint eddig. Eddig minden meccsen oda tettük magunkat, jól játszottunk. Most hiányzott a jó játék és hiányzott az is, hogy tegyük magunkat úgy, ahogy kell, nem volt rendben. De akkor fejben rendben van ez a csapat. Persze, most. Persze. Azt mondod, hogy hiányoznak emberek, jó lenne, hogyha lenne még két-három játékos, Igen. hogy tudj cserélni, hogyha Igen. valakinek éppen Így rossz van. napja van. De én láttam Székely hídon, nem most, sok évvel ezelőtt olyan meccset, amikor azt mondtam, hogy oké, okay, gyerekek, de én úgy tudtam, hogy a, a foci az csapatjáték. És én. én azon a pályán nem láttam csapatjátékot. Én ott 11 embert vagy 10 embert láttam ugyanabban a mez mezbe, én. aki mindenki magának játszott, és az nem, nem tud nyerni szerintem. Nem. Ez nem lehet, egy ember soha nem tud, nincs olyan, hogy azt mondjuk, hogy egy, na, én vagyok a törekvés, nincs. Úgy, ahogy mondod, 11-en vagyunk a pályán, még ott 4 en 5 -en, -en mellette, edző, stáv, stb. Ez, ez csapatmunka. Itt, hogyha valaki egyénieskedni akar, persze vannak ilyenek, megtörténik. Mert mert emberek vagyunk. Igen. Mert megtörténik. De akkor hála Istennek gyorsan helyre is teszem a dolgokat. De ezért mondtam, hogy, hogy akkor, akkor úgy néz ki, hogy most fejben, lentben van a csapat. Igen. Hogy Igen. tudják, hogy csapatjáték. Pontosan. Az Pontosan. idő zömében. Mert azért, azért valljuk be őszintén én is, hogyha ha focista lennék, és adódna egy alkalom, hogy úgy látnám, hogy most ezt innen a 40 méterről berugom a kapuba, akkor nem passzolnám le azt a labdát. Van ilyen. Na most, na most ez azért ez annyira összetett, hogy ö, aki most majd, hogyha hallják esetleg a, a srácok közül egy néhányan, vagy valaki, akkor tudják, hogy a, ez a közös, ez döntések tömkelege a foci. A rettenetes gyorsan kell dönteni és ugyanolyan gyorsan kell cselekedni. Ha nem vagy rá képes, vagy nem akarsz rá képes lenni, akkor lemorzsolódsz, akkor eh, kimaradsz. Tehát ez, de hát ez, ezt de... nagyon jól tudod a, a focista létedből Persze, is. persze. Te, ö... Tényleg te mit játszottál? Én védőt játszottam balold. én ballábas vagyok. Te is ballábas vagy, én... avu is ballábas ja. Vagy. Ja. Tehát ez, ez, aki, aki nem áll be a sorba, az, az előbb-utóbb kikerül. Saját maga Kiátsza ki magát. Úgy uh -huh, mondják. Uh -huh, Saját uh -huh. magát kiátsza a csapatból. Tehát nincsen olyan, hogy ö, még egyszer mondom, úgy, ahogy mondtad, rá lehet rúgni egy labdát 30 méterről, méterről, persze, úgy, úgy döntöttél. Semmi gond. Befejeztél egy akciót, jön a következő. De nem fogsz egy meccsen tízszer elrúgkapálni tíz labdát, és a többiek meg rohangálnak miatt. Az, az igazán érdekes, az igazán szóval... érdekes lenne. Igen. Igen. Na jó, szóval uh, akkor lehetnek te gratulálni most tulajdonképpen ezért az eredményért. Szerintem igen, és meg is érdemlik a fiúk. Nagyon megérdemlik. És hol, uh, mondtad már, hol lesz a következő mérkőzés, a ja, Diószeg következő elmarad. Igen, elmarad, és itthon lesz élesdel jövő héten. Jövő héten. Jövő héten szombaton a... itthon játszunk élesdel. Na, akkor mindenkit hívunk, hogy uh, szombaton jöjjön ki a foci pályára, és uh, teljes torkaszakadtából... Legyen szakadtábol... egy jó Hogy legyen egy jó napjuk! <laughs> hogy legyen egy jó napjuk, és teljes torkuk szakadtából üvöltözzék, hogy, hogy hajrá törjék. Igen. Uh, hát Végszónak is jó. <laughs> köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és Nagyon hogy szívesen. itt beszélgettünk. Aztán én remélem, hogy lesz még erre alkalom, amikor nagy győzelem lesz. Nem és... csak. Én azt mondom, hogy legyen alkalom. Bármikor lehet keresni alkalmat rá. Ha nyerünk, hanem akkor is. A lényeg az, hogy, hogy találkozzunk és beszélgessünk és megbeszéljük a dolgokat is. És megismerjenek az emberek bennünket egy kicsit közelebbről. Ez így igaz. A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, ne felejtsetek el kattintani, fel rádió, de jelen vagyunk Facebookon, Instagramon, spotify és, ahogy szoktam mondani, Youtube csatornákra pedig, ahol ezt a műsort is hallhattátok, illik feliratkozni. Mindenkinek szép napot, köszönöm Sándor. Én is köszönöm a megkívást és üdvözlök mindenkit. Szervusz.